A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai adásunkban az Alba Régia Tánc Együttes elmúlt esztendejével foglalkozunk majd, és persze előre tekintünk egy kicsit, hiszen fontos, hogy mi lesz ebben az évben is. Boldog új évet kívánok! Boldog új évet, köszönöm a meghívást! Majoros Róbert, az Együttes művészeti vezetője. Örülök, hogy itt vagy velünk. Hát vágjunk bele. Én azt gondolom, hogy az Alba Régia Tánc Együttes az alap mindenféle értelemben, tehát a fehérvári művészetek sorában ott vagytok az előkelő helyen, pozícióban. És ez korán sem véletlen, hiszen én azt gondolom, hogy ezerszer, több ezerszer bizonyítottátok már, hogy igenis ez rendkívül fontos a népi kultúra oldaláról is. És általában, mivel Fehérvár a kultúrár városa, nem lehet kétséges. És hát esztendőről esztendőre fantasztikus programsorok mutatják ezt be. Így volt ez az elmúlt évben is. Ugye kezdjük el farsanggal, hiszen a farsangi táncház mindig nagyon népszerű. Igen, az év eleje az általában nekünk azért a programok, műsorok, fellépések kapcsán inkább az év eleje az egy gyengébb vagy lazább időszak, viszont pont ez az időszak, amikor nekünk a próbaterembe kell megalapoznunk az egész évet. Nyilván vannak programjaink, tehát az évet végig behálózta a havi rendszerességű táncház, és tényleg az újévi táncházunk, a farsangi táncházunk is, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre népszerűbbek, akár a kisgyerekes családok részéről, de akár az ifjúság részéről is, úgyhogy nagyon jól látni, hogy havi rendszerességgel, tényleg jó létszámmal, megnéző látogatottsággal működik a táncházunk. Úgyhogy a január-február az főleg a munkával tellett, és utána pedig hát elindult ez az év, ami bármennyire is úgy tűnt, mintha nehezebb lenne, nehezebb is volt, viszont programokban azt gondolom, hogy egy nagyon szép évet zárhattunk. Igen, hát a Covid azért meghatározta az előző két évet mindenképpen, úgyhogy nagyon jó volt a 2022-es év, és ezt a márciusban már be is bizonyosodott, nyilván a farsangi táncházzal is, hiszen a tavaszköszöntő táncház az már ilyen értelemben, mint mindig táncházas, annál is inkább, hiszen ez március idusán van, idusa környékén. Igen, nekünk nagyon fontos az, hogy nyilván kifele is a úgy laikus vagy külsős közönséget is meg tudjuk szólítani, de ezekkel a táncházakkal azért az egyik nagyon fontos szándékunk, hogy a saját gyerekeink, saját csoporttagjainknak egy folyamatos, olyan kötetlen rendezvényt, vagy olyan szórakozási formát nyújtsunk, ami azt gondolom, hogy nagyon ritkaság és nagyon értékelendő. Úgyhogy nekünk ez akkor is fontos volt, amikor kicsit kevesebb létszámmal működött ez a táncház, meg most is nagyon fontos, amikor azt látjuk, hogy tényleg több százan is megjelennek egy-egy ilyen rendezvényen. Igen, hát töpörtjüktől a... Így van. Szülők a büfénél nagyon jól érzik magukat, a gyerekek meg tényleg nagyon kötetlenül töltik el ezeket az időszakokat. Így van, tehát még a próba is ünnep, ezt kimondhatjuk, mint ahogy kiemelt ünnep természetesen a húsvét áprilisban. A húsvéti táncház rendkívüli népszerűségnek örvend, hiszen nem csak tánc van, hanem sok minden egyéb társult rendezvény is. Igen, ez az időszak most már a nem tudom hányadik alkalommal, de régebben ugye húsvét hétfőre esett a táncházunk. De aztán ezt az utóbbi időben a bátyám megreformált, és nagyon jól tette, hogy húsvét vasárnapra tette a táncháznak a napját. Sokkal jobb a látogatottsága, és úgy látjuk, hogy a gyerekes szülők is, és jobban vasárnap, húsvét vasárnap még elhozzák a gyerekeket. Úgyhogy ez most is vasárnapra esett. Egyébként márciusra még volt egy fontos dolgunk, hogy a néptánc antológián ismét a felnőtt együttessel be tudtunk mutatkozni, úgyhogy ez mindig egy kiemelt ünnep az Operett Színházba.
Úgyhogy nekünk igazából a felnőtt együttessel a március volt az első ilyen nagyobb megmérettetés. Aztán áprilistól pedig hát indult a egyéb dolog. Így van, tehát a húsvéti táncház az fontos, viszont ami kiemelt esemény évről évre a táncvilágnapja. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy tánc, akkor Székesfehérváron bár nagyon sok műfaj létezik, de a néptánc azért mindent visz. Hát igen, köszönjük szépen, én is így éreztem, főleg az áprilisi időszakunkat, az ott nagyon besűrűsödött, de jó érzéssel töltött el, hogy április 24-én ugye az Aranybulla emlékműsor emlékév kapcsán Egerházi Attila rendezésében egy összművészeti produkcióba vehettünk részt, és rögtön utána a következő héten már Táncvilágnapi gála műsor, és rögtön másnap pedig a Szekszárdi Néptáncfesztiválra mentünk, úgyhogy ez a Táncvilágnapja is egy picit most más volt olyan szempontból, hogy sokkal többet kaptak lehetőséget az ifjúsági és a gyerekcsoportok ebben a műsorban, mivel másnap az együttesnek egy elég komoly országos megmérettetésen kellett részt venni. Erre a Szekszárdi Fesztiválra igazából már 2 éve vártunk, mert eddig a pandémia, a Covid miatt maradt el, úgyhogy nagyon örültünk, hogy most már megrendezésre került. Nagyon szép eredménnyel, koreográfiai díjjal, illetve együttesi nívó díjjal tértünk haza Szekszárdról. Úgyhogy megérte ezt a sűrű áprilist így végigcsinálni. Ez már gratulátunk, de én akkor is azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen papírforma, mert évről évre megérdemelnek. Hát köszönjük, de azért dolgozunk vele meg. Hát azért látjuk azt, hogy az országba jönnek föl olyan fiatal együtteseket, akiket jól látni, hogy nem csak mindig ugyanazok a nevek forognak egy-egy ilyen fesztiválon. A tavalyi év fontos év volt, hiszen fél évszázados volt a magyarországi táncház mozgalom, és a táncház napja ezt bizonyítja. Én őszintén megmondom, hogy tulajdonképpen arra készültem, hogy felsorolok mondjuk egy nevet, de hát csak 25 perc a műsoridőnk. Én azt gondolom, akik a táncházmozgalmat elindították, megérdemlik a figyelmet a jelenben is, és azt mondom, hogy azok, akik pedig tovább viszik ezt a mozgalmat, azok pedig nem különben. Így van, egyébként ebben az időszakban is mindig előkerülnek olyan régi archív filmek, ami a 70-es években készültek, Martin György nevéhez mindenképpen fűződik ugye a táncház mozgalom elindítása, a Sebő Együttes nevéhez, a Bartók Tánc Együttes nevéhez, és mindig én is ilyenkor szembe találkozom, akár az én kutatásom által, akár a közösségi oldalakon ezekkel a videókkal is, és hatalmas dolog látni, hogy 50 évvel ezelőtt ezek az emberek mi mindent tettek azért, hogy a mai napig havonta egyszer mi például a táncházba Fehérváron ilyen természetesen módon tudjunk táncházat tartani. Abban az időben ez abszolút nem volt természetes, hogy improvizálni, vagy egyáltalán mulatság szempontjából, szórakozás szempontjából tudták, ezt meg kellett tanulniuk. Igen. És ez most a mai időszakban a művészeti iskolák által már teljesen adott is természetes forma. Igen, ez akkor nagy kívás volt, ugyanakkor most is, hiszen felgyorsult a világ ebben az online térben az, hogy bevonzottok annyi fiatalt, akik a táncházzal foglalkoznak, illetve a néptánccal foglalkoznak, és általában a népi kultúrával, az egy fantasztikus eredmény. És ez az eredmény, ez mindig megmutatkozik a májusi Mezőföld Virágai szólótáncversenyen is, hiszen azt gondolom, hogy az Alba Regia Tánc Együttes táncosai mind-mind, ugye a csapat a fő, de azért mind-mind külön is remek eredményeket érnek el évről évre. Igen, tehát az egyesületünknek a másik fő profilja azért az, hogy a megye vagy a régiónak a szakmai összefogása. Tehát pont ezek a fesztiválok, ezek a szólótánc versenyek, vagy akár a 20 keresztül csoportos néptánc versenyek, bármennyire is verseny, de tényleg a fő célja az, hogy egy ilyen találkozót tudjunk mindig létrehozni. És én azt gondolom, hogy ez is régiósnak van meghirdetve, a 20 keresztül fesztiválunk, de folyamatosan az ország, a régión kívül is meg
keresnek minket, és nagyon szívesen befogadjuk az együtteseket. Úgyhogy ezek nagyon jól működnek, és a bátyám ezt erre tényleg nagy hangsúlyt fektet, hogy mindig újabb és újabb, meg a régi tagokat is megszólítsa, hogy folyamatosan egy jó létszámmal valósulhasson meg ez a fesztivál. Igen, és akkor itt azért itt vannak a fiatalok is, tehát itt akkor bemutatkozhatnak, mert ez egy kiemelt eseménye a gyermek és ifjúsági együtteseknek is. Tehát ők a jövő mindenképpen. Mint ahogy az is a jövő, hogy az elmúlt évben volt először Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál. Én azt gondolom, hogy Csóri Sándor neve önmagában nagyon sokat mond, hiszen ő meg annyi műfajban, de különösen a népi kultúrában hozta vissza mindazt, amit azért az elmúlt időszak hajlamos volt elfelejteni. Igen, ez az amatőr néptánc együtteseknek, vagy népzenei, illetve tárgyalkotó egyesületeknek egy hatalmas segítség lett egy pár évvel ezelőtt, amikor ez a program elindult, és tényleg olyan támogatást kaptak az amatőr együttesek, amit most már tényleg arra fordíthattak, célirányosan, hogy a népviseleteiket, illetve egyéb szakmai dolgaikat rendbe tegyék. És ez az a helyzet, hogy most így ennyi év után meg is látszik most már az együtteseken, akár egy-egy fesztiválon, amikor megjelennek. Nincs már olyan, olyan együttes, akire azt mondta, azt kell, hogy mondjuk, hogy fú, hát ez még ruházatilag, viselet szempontjából tényleg nem színpadra való. Most már ezen túl vagyunk, és ez köszönhető ennek a programnak. Ennek volt egy májusban egy ilyen erődemonstráció része, amikor az országnak a nagyon sok helyszínén, itt Székesfehérváron is a megyét egybefoglaló módon több száz táncos jelent meg, és nem az volt a lényeg, hogy színpadi bemutatókat rendezzünk, hanem inkább az, hogy a város főterét így megtöltsük élettel, és nagyon jó volt látni ezt a több száz táncost. A különböző kisebb falvaktól elkezdve a nagyobb városokig együtt. Volt egy közös táncunk is, tehát hogy volt ennek egy nagyon szép erős közösségi élménye. Igen, és ez én azt gondolom nektek is megerősítést jelentett annál is inkább, hiszen ugye beszéltünk arról, hogy a kis térségekben is segítitek a különböző táncegyüttesek munkáját, és ilyenkor bebizonyosodik, hogy érdemes értük dolgozni, őket segíteni. Mint ahogy érdemes volt, és egy júniusi, tehát ez volt az egyik csúcspontja mindenképpen, vagy talán a csúcspontja. Igen, májusban még nekünk azért volt egy fontos dolgunk az együttes életében, az országos minősítő rendszerben, ugye mi is folyamatosan évtizedek óta benne vagyunk, és már többször kiválóan minősült az együttesünk, de azt gondoljuk, hogy ezt azért évről évre, vagy legalábbis 3-4 évente azért meg kell erősíteni magunknak is. Nyilván nálunk is változik a generáció, új csoporttagok jönnek, akik még esetleg ilyen nagyobb rendezvényen nem vettek részt. Ezt Szászhalombattán május 29-én rendezték meg újra. Egy 40 perces műsorral készültünk, és hát ismét megnyerte a kiválóan minősült együttesi címet az Alba Régia. És akkor jöjjön a mesenép. Én azt gondolom, hogy borzongatóan szép történet mindenféleképpen, amelyet ugye Novák Peti rendezett, és Molnár Gáborral ti koreografáltatok. Volt lehetőségünk végig kísérni a próba folyamatot, én azt mondom, hogy csoda született. Igen, mi is úgy érezzük, ez már egy nagyon régóta dédelgetett álmunk volt. Én szerettem volna mindenképpen az együttes életében egy mesedarabot. Ilyenünk még nem volt. Másfajta darabunk volt, ami akár a Gálber Attila által rendezett Makrancos Hölgy, ami nagyon nagy sikerrel működött, de az mégse kimondottan gyerekdarab volt. Úgyhogy ezért szólítottuk meg Pétert, Novák Pétert, akivel már más műsorok kapcsán azért ismertük egymást, dolgoztunk együtt, és hát nagyon nehezen indult, mert közben bejött egy Covid időszakot, megállt az egész, és újra, tehát hogy ezt már igazából majdnem 2 évvel indítottuk, csak mindig történt valami. Viszont most ez júniusra ez nagyon szépen összeállt, és egy nagyon izgalmas
próba folyamat előzte meg ezt az egészet. Izgalmas, néha ilyen kaotikus, mert nyilván egy amatőr együttes nem úgy tud működni, mint egy profi együttes, hogy napi szinten próbál, illetve mindent itt magunk egy kicsit ilyen barkács szakkörbe kell megoldjunk, de ennek is megvolt a szépsége. Tehát a feleségemmel a jelmezek készítésétől kezdve a stúdió munkákig, Gáborral a koreográfia készítésbe is olyan új dolgokat ismertünk meg magunkba is, meg egymásba is, hogy ez tényleg egy izgalmas próba folyamat volt, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy megint lépett a felnőtt együttes szerintem egy lépcsőfokot, igen, így a színpadi előadásmódba, mert hogy nem csak tánccal kellett itt megmutatkozniuk, hanem igenis akár a prózai szerepekkel, vagy akár egy-egy színészi gesztussal itt azért pluszba hozzá kellett tenni ezzel a műsorhoz, és nagyon jól helytáltak. Igen. Tehát, hogy megint jó volt látni, hogy ebbe a generációba is, aki a mostani felnőtt együttest alkotja, ennyi tehetséges ember van még. Erre még visszatérünk, csak még ide adalékként, ezt most kivételesen felolvasom, tehát a közvetlen színházi élményként a nézőkkel együtt értelmezik a társadalmi és erkölcsi normákat, azok emberi mi voltunkra gyakorolt hatásait a meséken keresztül. Mindezt meg annyi zenével és tánccal, a Kárpát-medence sok nemzetiségű népi kultúráját bemutatva. Ez így maga a gondolat és a megvalósítás kézenfogva járt, tehát ez zseniális történet. No, erről még beszélünk, hiszen nem titok, ez tovább folytatódik. De azért menjünk egy kicsit tovább, hiszen szeptember, augusztus 20-a, az augusztus 20-áról nem feledkezhetünk meg, 2 évig nem volt, illetve nem úgy volt, és az idén is egy kicsit másként, de azt mondom, hogy sikerült ide csábítani Fehérvárra a jó híreteknek is köszönhetően, meg nyilván a város kivételes történelmi múltjának köszönhetően fantasztikus együtteseket. Így van, azonnal ezt részletesen mesélem, csak annyi, hogy június-júliusban azért még 2 fontos dolog volt itt, hogy külföldre is eljutottunk, ami megint az együttes életében egy fontos része, főleg közösség összetartás és alkotás miatt. Viszont itt most a Pulutyka csoport is kapott egy lehetőséget az Ezer Székely Lány fesztiválon való részvételen, ami egy olyan csodálatos 4 nap volt, amit tényleg még én sem éltem át ezt a fesztivált. Mi sem voltunk itt, úgyhogy nagyon jó élményekkel távoztunk haza. Illetve a felnőtt együttesnek meg a Schwäbisch Gmündi testvérvárosi kapcsolatban volt egy útunk, ami megint egy jó élmény volt. 20 évvel ezelőtt jártunk ott utoljára. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon vendégszerető, és egy gyönyörű város, nagyon jó programokkal, úgyhogy oda még remélem visszatérünk. És igen, augusztus egyszer csak eljött, nagyon gyorsan, és a királyi napok azért még idén se az a fajta királyi napok volt, amit megszoktak tőlünk a közönség. Reméljük, hogy a 2023-as már olyan lehet. 3 éve próbáljuk a 25. évfordulónkat megünnepelni, reméljük, hogy idén már sikerül. Ebben az évben nem nemzetközi néptánc fesztivál volt, nyilván ezt a közönség észrevette, viszont azt gondolom, hogy lehet, hogy még nagyobbat léptünk ilyen szempontból, hogy profi együtteseket tudtunk elhívni, és a közönség azt gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen koncentráltan ennyi jó együttest a főtérre még nem láthatott, úgyhogy biztos, hogy szeretik meg mi is nagyon szeretjük a külföldi néptánc fesztivál részt is, annak is megvan a varázsa, de azt gondolom, hogy nem panaszkodhattunk ebből az évbe se. Hogy nem. Sőt, hát ugye az újrakezdés időszaka a szeptember mindenféle értelemben, hiszen a gyerekek iskolába mennek és újra gőzerővel készülnek. Hát az évadnyitó táncház az mindig meghatározó, mert a táncház önmagában is meghatározza az együttes létét, életét. Így van, hát nyilván az augusztusi
királynapok alatt általában szoktak lenni ugye folkestek. Most annyira ez kimaradt, inkább a fészerbe voltak olyan kötetlen, főleg a Galiba és a Tilinkó zenekar által adott ilyen folkest, nem folkestek, inkább folkocsmák, ami a szabad táncot vagy a táncházat helyettesítették. Úgyhogy igazából szeptember volt az első újra olyan táncházi nap, ami már a nagy közönséget is gyerekjátszóval együtt megszólította. Igazából szeptemberben még ami fontos, hogy nem csak az ifjúság és a felnőtt együttes jár külföldre, hanem a szenior csoport is jár külföldre, és egy nagyon jó spanyolországi fesztiválon vehettek részt szeptemberben. És igazából a táncházon kívül ez a szeptemberi időszak nekünk megint az újra a munkáról szólt, hogy felújítsuk, illetve újra színpadra kerülhessen a mesené. Igen, ez rendkívüli felelősség. És hát Sirkelyjáró, Sarkonyjáró, az amatőr néptánc együttesek találkozója is. Visszatérve arra a gondolatsorra, amiről beszéltünk, hogy azért a Fejér megyei amatőr együttesek is szintet léptek, tehát ez egy fontos pillanat. Így van, az előbb beszélgettünk a 20 keresztül fesztiválról, ami főleg az ifjúság és gyerek csoportokat szólítja meg, de ez a Sirkelyjáró, Sarkonyjáró, ez meg inkább az megyében működő szenior vagy amatőr táncegyütteseket szólítja meg, és nagyon fontos volt az, hogy ez volt zsűri, de mégse egy verseny volt, hanem inkább egy találkozó, aminek a száraz réten volt egy külső, tehát nagy közönség előtt is megtekinthető gálaműsora, ami szerintem egy nagyon értékes és nagyon jó színvonalú műsor volt, és utána ezek az együttesek nem hazamentek, hanem jöttek be velünk a táncházba, és folytattak egy olyan kötetlen szórakozást, amiről igazából ezek a találkozók kell, hogy szóljanak. Közben azért volt egy kis szakmai megbeszélés, ami meg onnantól kezdve, hogy nem verseny volt, tényleg egy beszélgetés tudott lenni, és azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatba telt az is. Igen, meg tanulsággal járt nyilvánvaló, mint ahogy tanulsággal jár az is, hogy hajlamosak vagyunk néha megfeledkezni, hogy mi itt élünk a Mezőföld szívében, ami a néptánc kultúrában is egy csoda dolog, és hát a bandázó azt mindig ezt idézi meg november tájékán. Igen, ez most volt először, hogy tudtunk egy olyan rendezvényt is a színház termünkbe megrendezni, ami egy koncert, ami egy népzenei koncert. Ilyen se volt még, amikor kimondottan népzenéből. Igaz, hogy nyilván a táncot is belecsempésztük. Ami ez összehozta ezt a rendezvényt, az egy kiadványunknak a megjelenése, ami már megint csak egy régóta tervezett dolog volt, hogy a Mezőföld táncait, ugye ez a műhely, az Alba Régia Táncegyüttes műhelye azért nagyon komoly szinten feltárta, tanította, és azóta is tanítjuk. Ennek nyilván voltak oktatási segédanyagai, ami jó pár 10 évvel ezelőtt megszülettek, és azóta volt egy ilyen igény, hogy egy új hangzóanyagot elő tudjunk varázsolni, és ez a bandázó címet viseli, ahol a szette vette a Galiba zenekar és a Herman László zeneiskolának a tanáraiból egy nagyon nem csak oktatási segédanyagra alkalmas, hanem én azt gondolom, hogy hallgatásra is alkalmas hangzóanyagot sikerült összehozni. A beszámolónkból azért a televízió nézők is megérthették, hogy miért is szuper a zene is, mármint a népzene. Mint ahogy a Márton napi táncház is bizonyította, hogy azért a régmúltnak, a hagyományoknak azért fontos szerepe van. Így van, egyébként ez nagyon jó, főleg a kisgyerekek számára, hogy például Márton nappal kapcsolatban is, vagy a Húsvéti Locsoló táncházzal kapcsolatban is, akár a kézműves foglalkozás, ami mindig megelőzi a táncházat, mindig olyan témakörök kerülnek elő, hogy például azzal kapcsolatban alkotnak valamit a gyerekek. Utána a gyerekjátszóban nagyon jó, hogy a gyerekjátszó vezetői Laszkó Krisztina, vagy éppen Zemoncsek Edit mindig olyan verseket, olyan dalokat, olyan mondókákat vesznek elő, ami nagyon kötődik. Ezáltal ezek a gyerekek, igaz, hogy az iskolában is most már azért nagy hangsúlyt kapnak ezek a jeles napok, de hogy ezáltal még jobban megismerkedhetnek fel, ezért is fontos például ez a Márton napi. Igen, Szent Márton velünk van évről évre, azt tudjuk. Mint ahogy velünk van a Mikulás is, mindig megjön. Hát ez hatalmas élmény egyébként.
mindig rengeteg gyerek jön, és mondják a verseket, és jön a Mikulás, aki persze az igazi Mikulás, évről évre ugyanaz az igazi Mikulásunk, és ez nagyon jó látni, hogy a legkisebb gyerektől egészen nagy gyerekig van igényük arra, hogy ott maradjanak, és egy-egy verset, vagy egy-egy éneket elmondjanak. A Mikulásnak ez nem tud változni, ez mindig működik. No, hát megérkeztünk a Boldog Új Évhez. Ez már egy beharangozó is, hiszen az újévi táncháznak hagyománya van, és ugye ez január 14-én szombaton lesz. Igen, ezek egyébként a táncházak, ahogy mondtam, hogy nagyon jól működnek, jó létszámmal, ehhez hozzátartozik az is, hogy működik nálunk egy néptánccsoport vezetői tanfolyam, amit a feleségem vezet. És évek óta olyan létszámokkal működünk, hogy ilyen ebbe a évadban is 65 fővel. Ország különböző pontjairól jönnek. És ezeket a hétvégéket mindig összeegyeztetve a táncház napjára tesszük. Tehát, hogy ennek is van egy nagyon jó vonzása, hogy ezek a hallgatók ott maradnak ezekbe a táncházakba, és ők is részt tudnak venni. Ez nekik is nagyon jó, illetve a fiataloknak is egy jó élmény, hogy nem csak magukat látják, hanem látják azt, hogy különböző ország, különböző helyekről, az ország különböző pontjaiból jönnek, és ugyanazt a mulatságot, ugyanazt a táncházat élvezni tudják. Úgyhogy januárban is én szerintem ez lesz, hogy várjuk, már régen volt már táncház, úgyhogy biztos, hogy egy jó kis létszámmal fog egy mulatság megvalósulni, és várjuk, mindig próbáljuk az új embereket is, új gyerekeket bemondani, akik még lehet, hogy csak az általános iskolából azt mondják, hogy ismerik a néptáncot, hogy miről szól. De azt viszont nem ismerik, hogy itt nálunk mennyire szabadon tudják azt az egy-másfél órát eltölteni, úgyhogy jöjjenek. Jó, ezúton is köszönjük csak Majorosné Szabó Veronikának is, természetesen. No, és akkor térjünk vissza a mesenépre, mert 29-én ismét vasárnap 15 órakor, tehát ez már egy távolabbi időpont, de azt hiszem, hogy megint teltházat várhatunk. Gondoltad volna, hogy ilyen fantasztikus népszerűségnek örvend majd ez a darab? Hát, ha igazat kérdezed, akkor gondoltam. Igen? Számítottam. Jó. Erre, mert hogy a gyerek, én mint most is gyakorlott szülő, azért rendkívül sokszor keresgélek hétvégén valami olyan tartalmas színházi programot, amit akár a fiammal, vagy akár a kislányommal el tudok menni, és meg tudom nézni. És hiánypótlás, azt gondolom, nem csak itt a város életében, hanem így országos szinten is, hogy olyan jó minőségű, akár jó humorral rendelkező gyerekdarabokat lássa, hogy ne csak a gyerekeknek legyen ez egy élmény, hanem szerintem ez a mesenép azért is jó, mert ha felnőttek beülnek, azokkal a Novák Péter által belecsempészett poénokkal, illetve azokkal a játékokkal, amit az együttes tagjai bele tudnak vinni, a felnőttek számára is egy nagyon jó élményt tud nyújtani. Úgyhogy én gondoltam, hogy sok látogatónk lesz, mondjuk ez a 7. vagy 8. teltházas előadásunk, ez mindig egy nagyon jó érzés, és úgyhogy 29-én lesz a következő. Van most már az egyesületünknek egy saját online jegyvásárlási lehetőség, vagy jegy eladási lehetősége, úgyhogy ez nagyba megsegíti a mi munkánkat is. Úgyhogy január 29 az egy helyi, tehát székesfehérvári bemutató, ami meg fontos, hogy februárban viszont kitekintünk egy kicsit a fővárosba is ebben a darabban. Hagyományok háza hívta meg a mesenépet egy vasárnapi előadásra, már február 12 lesz ennek a napja, ez egy vasárnapi nap, ez lesz az első alkalom, hogy kifele tekintünk, tehát egy másik helyszínen kell ezt a darabot megoldanunk. Ez mindig egy nagy munka, egy nagy vállalás, de mindig egy izgalmas feladat. Izgalmas, és azt gondolom, hogy megérdemelt sikert jelez. És Robi, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy egy eredményes év után, egy következő év előtt, illetve hát most már belekóstolunk a hétvégén is, köszönjük szépen, és természetesen ott leszünk, és bízom benne, hogy a fehérváriak, ahogy eddig is, megtöltik a Malom utcát. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, tehát ne feledjék, január 14-én újévi táncház, 29-én vasárnap 15 órakor pedig ismét megtekinthetik a mesenép
fantasztikus történetét. Én pedig köszönöm tisztelt figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.